Az egyik legnagyobb magánszállásokat közvetítő közösségi oldal az Airbnb. Az egyelőre inkább a fiatalok körében ismert oldalra a feltöltött magánlakások a hostelektől és az alacsony kategóriái hotelektől csábítják el a vendégeket. Ennek ellenére a turizmus fellendítésében pozitív hatása van az egyes térségekben, mondta el Karakasné Morvai Klára, a Budapesti Gazdasági Főiskola adjunktusa. Több olyan helyszínen is szállás lehetőséget tud biztosítani, ahova egyébként hagyományos szálláshelyek nem települtek. Tehát új helyeken, fürdőhelyeken, a pályázatok által felfutatott térségekben, ott találhatnak úgy is szállást a turisták, hogy egyébként azok nem hagyományos szálláshelyek, hanem valamilyen magánszemély által kiadott önálló lakások vagy szobák. Az adjunktus hozzátette azt is, hogy a nemzetgazdaságra is nagyon jó hatással lehetne ez a fajta szállásmegosztás, de csak akkor, ha a szállásadók hivatalosan is regisztrálnának és bevallanák az összes ebből befolyt árbevételüket. Az idegenforgalmi adót, az iparűzési adókat és a jövedelemadókat befizetnék a szállásadók, akkor ez egy érezhetően pozitív hatás lenne. Egyelőre a felmérések azt mutatják, hogy a 75-80%-a az Airbnb szálláshelyeknek feketén adódik ki. A tulajdonosok sokszor nem is tudják, hogy milyen hivatalos regisztrációs kötelezettségük van. Én leginkább ezt mondanám, de biztos vannak olyanok is, akik tudják, hogy mit kellene csinálni, csak bonyolultnak találják a rendszert, vagy nem szeretnék bevallani a jövedelmeiket. Habár eddig még nem vizsgálták ezeket a szállásadókat, a közeljövőben erre is sor kerülhet, például próbafoglalásokkal.